Adományokat gyűjt az egyik közösségi oldalon létrejött szekszárdi csoport rászoruló családoknak. Több civil szerveződés segít különféle módon a koronavírus járvány miatt nehéz helyzetbe kerülőknek, valamint a járvány megfékezésén fáradozó mentősöknek és kórházi dolgozóknak. Eleinte bútorokat, műszaki cikkeket, élelmiszert, játékokat, számítástechnikai eszközöket, maszkokat. Máskor pénzadományt ajánlottak fel a segítőkész szekszárdiak. A civilekből verbúválódott csoportok vezetői pedig továbbadják azokat a rászorulóknak, vagy abból közösen eldöntve az adományozókkal eszközöket, élelmiszert vásárolnak, vagy éppen főznek. Nagy kérdés, hogy ilyenkor kell-e adózniuk a feleknek, és ha igen, hogyan? A magánszemély által magánszemélynek adott jótékony célú támogatás a személyi jövedelemadó szempontjából adómentesnek minősül, és járulékot, szociális hozzájárulási adót sem kell fizetni utána egyik félnek sem, egyik magánszemélynek sem. Az adómentességnek egyedüli feltétele az, hogy a támogatásnak nem lehet célja, hogy a támogatást nyújtó ellenszolgáltatást kapjon. Vagyis nem kell adót fizetnie, ha magánszemély adja magánszemélynek az adományt, és az adományozó nem abból a célból nyújtja a támogatást, hogy valamit kapjon cserébe. A vállalkozásokra más szabályok vonatkoznak. Ha cég az adományozó, akkor adót sem kell fizetnie, sőt, még akár az adó alapját is csökkentheti az adakozással. A támogatásnak, illetve adománynak minősülő ingyenes juttatás a társasági adóalap meghatározásakor költségként, elismert költségként számolható el, és fontos, hogy a társasági adóalap csökkentésére is van lehetőség akkor, hogyha a juttató rendelkezik a közhasznú szervezetnek az adomány igazolásával. A magyarok egyébként nem számítanak jótékonykodó nemzetnek. Egy tavaly nyilvánosságra hozott felmérés szerint a világ nagy lelkűségi rangsorában Magyarország a 109. helyen áll, a vizsgált 126 ország közül. Míg a top 20 országokban minden második ember segít, önkénteskedik vagy éppen adakozik, addig nálunk minden negyedik, ötödik, Kínában, Görögországban pedig csak minden hatodik ember csinálja ezt.